A Szent István főtéri szobra körüli parkban régi mesterségek bemutatójával és gyerekeknek szóló kézműves foglalkozásokkal vette kezdetét államalapító királyunk ünnepe Horgoson. A gyerekek láthattak kovácsot és kosárfonót, készíthettek fonott babákat, üveget festhettek, és megismerkedhettek a fazekas mesterséggel is. Kimondottan gyerekekkel, már édestől a 16 éve, még valamikor 96-ban az állatkertbe kezdtem a gyerekekkel való foglalkozást. Ez azóta tart folyamatosan, minden nyáron, hogy az a két hónapot az keményen ledolgozom a táborokban mindenfelé. Mennyire ügyesek a gyerekek? Hát nagyon ügyesek még minden, szóval érdeklődés van irántok, mivel ez elég nehéz és komoly szakma, úgyhogy ezt nehéz megtanulni, azért is vagyunk elég kevesen ma már a fazekasok körében. De hát érdekes is akkor a gyerekeknek, mert kimondta azt, hogy egy élmény, hogy korongon ülnek és valamit alkotnak. Idestóban most már 10-15 gyerek volt, akik végigmentek, már nagy részt el is vitték az áruikat, amit megcsináltak, mert ugye ezt elkapják és ezt elvetik haza, úgyhogy egy emlék marad nekik, hogy itt voltak, itt jártak. Elejében tanítom az alapokra, ugye, mert az alapokra kezdődik a dolog, de a lényeg az az én elméletemben, hogy egy sikerélményük legyen a táborból, hogy egy kész terméket el tudjanak vinni magukkal, és akkor azt később, hogyha alkalom adódik rá, kimondottan a fazekas táborba, ha elkerülnek, akkor kamatozhatni tudják a terméket. Jó sáros lett a kezed, nem baj? Nem. És mit csinálsz itt? Nézed a mesterbácsit, hogy hogy csinálja ezt a kis korsót? Igen. És te mit próbálkoztál, hogy már besároztad a kezed? Te is segítettél neki, vagy valamit majd egyedül akarsz megcsinálni? Segítettem. Segítettél neki? És mennyire tetszik neked ez a fazekas munka? Nagyon. Nagyon? Láttál már ilyet máskor is? Próbáltál már csinálni valami ilyesmit? Igen. És hol? Hát... Otthon? Vagy valahol milyen rendek is piacon? Nem, valahol táborokba. Szoktál járni táborba, és ott már kipróbáltad az ilyesmit. És mit csináltál belőlük az agyagból? Valami szépet sikerült összehozni? Igen. És mi volt az? Hát olyan szép vázát is csináltam. Igen. És kinek adtad azt a szép vázát? Ki kapta azt el ajándékul? Anya. Anyunak adtad ajándékul. És most mit fogsz majd csinálni? Itt is csinálsz majd valamit egyedül? Itt vázát. Itt is vázát csinálsz, azt szeretsz legjobban csinálni. És ezt most mondja mesterbácsi, hogy haza lehet vinni. Ezt is hazaviszed, és ezt is anyu kapja el? Igen. Az ünnepi szentmisét a Szent István szobor előtti téren Gutási Ákos horgosi főtisztelendő segédletével Gyulai Endre szegedcsanádi nyugalmazott megyéspüspök celebrálta, aki nagy királyunk példaértékű tulajdonságairól és követendő cselekedeteiről szólt. Nagy bölcsességével mérte fel a világ dolgait és az ország dolgait, a maga körültekintésével bizonyította be, hogy értelmes dolgokat csinál, a maga irányításával megvalósítani próbálta azt, amit tanított, és a saját élete példájával a legapróbb részletekig is pont azt csinálta, ami a népnek jó, ami hasznos, és ami az ő életét követve, ha azt követik, akkor valóban Krisztus követőivé válnak, és jó úton járnak, mind az ország, mind egy család, mind egy-egy ember. Milyen volt az ő élete? Mi az, amit érdemes tőle megtanulni? Csak egy pár dolgot hoztam. Az értelmes mérlegelés. Ebben a területben, ahol élt akkor a magyarság, érdemes-e pogánynak lenni, vagy fontosabb mind a földi, mind az örök élet, mind a haza sorsa, mind egy-egy ember sorsa miatt keresztényé válni. A mérlegelés megtörtént, és nem egyszerűen csak hasznossági szempont volt, hogy a keresztény népek körülöttünk majd a pogány magyarokat elpusztítják, hanem egy komoly mérlegelés volt, mit jelent kereszténynek lenni. Megadja az ember életének az értelmét, hogy került ide a világra, milyen atya van, milyen gondviselője van, hogyan élt, mutatta be Isten fia,
az embereknek az ember életét, és hogy milyen csodálatos eligazodás a jövő, hogy a halállal nincs vége mindennek, hanem valami csodálatos hazahívása van az Istennek. Igen, ez az első, amit érdemes volt neki mérlegelni, és ezt a hitet a maga számára átvenni, és a többieknek is bemutatni, átadni. A rendhagyó szentmise után az egybegyűltek egyes szál virágot helyeztek a Szent István szoborral szembeni Boldogasszony kereszthez, majd a falu elnöke köszöntötte az ünneplő horgosiakat. István király nélkül a magyarok talán már nem is léteznének, emelte ki köszöntőjében Bacskulin István. Augusztus 20-a a magyarság egyik legfontosabb ünnepe. Ezen a napon Szent Istvánról emlékezünk meg, aki örökbefogásra bírta a magyar népet és hazát teremtett a számára. Aki nélkül elképzelhető, hogy a magyar az elfedett, kihalt népek sorához tartoznak. Bölcs vezetőként tudta, hogy a föld megszerzése önmagában még nem elég egy nemzet fennmaradásához. Ez egy olyan kollektív belső erőre van szükség, amely a nehéz időkben is támaszt nyújt, ez pedig a hit. Nem csak a vallás értelemben vett hit, hanem a közös célban, önmagunkban és egymásban. Ez pedig a legsirádabb erő, hisz a hit kizárja a kétségeket és a gyengeséget. István király a maga idejében népszerűtlen uralkodó volt, mert szigorú elvek szerint irányította országát, azonban vállalta azt az áldozatot, mert hit saját igazában is tudta, hogy jó úton jár. Keménykezősége mellett a legfőbb erények közé sorolta a becsületességet, a tudást, a megbocsátást és a szeretetet. Fiához Imre herceghez írt intelmei a mai kor embere számára is megszívelendő tanácsokat tartalmaz. Íme néhány az intelmek közül. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnoskodnak. Légy türelmes mindenkihez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Tartsd mindig eszedben, hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlöltség. Ha bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk. A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Gondolatainak igazságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy idő vasfoga sem fogott rajta. Ezer év távlatából is követendő példaként szolgál mindannyiunknak, hogy Szent István méltó utódai lehessünk. A rövid alkalmi kultúrműsort követően a Juhász zenekar, valamint a Lakiteleki Régi Posta zenekar szórakoztatta a közönséget. Az ünnep a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület táncosainak néptánc bemutatójával ért véget. Oromhegyes harmadik alkalommal szervezett Szent István napi ünnepet. Ez alkalommal a helyi közösség egyedül vállalta magára a feladatot. Úgy képzeltük el, hogy egy családias összejövetelt szervezünk egész napra, és ezáltal biztosítsuk, hogy ez a hagyomány továbbra is életben maradjon. A délelőtt folyamán megtörtént a templomban a kenyér áldása, megáldotta Tibor atya kenyeret. Most emellett még délelőtt folyamán volt egy kis labdarúgó torna, a falu három része egymással játszott, így családiasan. Később pedig családi vetélkedő volt egy órától kezdve itt a parkban. Két órakor elkezdődött a főzés, nagyon kevesen főznek az idén, a BLT csapatok közül csak 10 jöttek el, de ez is jó. Én szerintem ez is beleillik abba a családias hangulatba. A 10 közül pedig a meghirdetett fő receptet, tehát a töltikéket, vagy töltelényeket, vagy más néven burkolt ételeket 5 vagy 6 főznek, tehát 5 vagy 6 vesznek részt a versenyben. Maga a verseny, én úgy érzem, sikeres fog lenni, mert olyan különlegeséget fog látni a zsűri is, és nem csak a zsűri, hanem az érdeklődők is, amit eddig nem látott. Ez az oronhegyesen kívül, akik versenyben is részt vesznek, Zentárról van egy főzőcsapat, Felsőhegyről, Magyar Kanizsáról, ők szintén ebben vesznek részt, illetve testvértelepülésünkről, de ők nem versenyben, verseny kívül halászlét főznek. Hogyan viszonyulnak az oromhegyesiek Szent István ünnepéhez, az új kenyér ünnephez?
Hát eddig is a templomban az új kenyér ünnepe már évek óta megejtett volt, és most csatlakozott valójában az elmúlt két évben a falusi ünnepséghez, és ma is ezt csináltuk. Ma este igyekeztünk egy nagyon rövid művelődési műsort létrehozni, amely művelődési műsorban beszédek nem nagyon lesznek. Egyedül én, mint az elnök, egy pár szóval szólok a hallgatósághoz, valamint a Nemzeti Tanács, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke dr. Zsoldos Ferenc fog még jelen lenni. Utána pedig meglepetést tartogattunk a falu gyerekei számára. Faluból volt, aki termelt az idén tönkölybúzát megörölte, és abból készített cipót. Ezt a cipót Tibor atya meg fogja áldani, és utána a gyerekeknek szétoztuk, hogy megismerjék, milyen kenyeret is ettek őseink. A családias hangulat, hogy még erre visszatérjek befejezésül, valahogy úgy előtérbe került mindenütt a környéken, hiszen ezt mondták a tótfalusiak a falunapján, ezt mondták Martonoson, ezt mondták több helyen, hogy erre mentek, erre utaztak, hogy családok vegyenek részt a vetélkedőkben, a főzőversenyekben, és hát gyakorlatilag itt Szent István napján talán ez külön érdekes, hiszen Szent István maga is nagy tisztelettel volt a családja, a család iránt, és ez a kettő most valahogy úgy összhangban is van. Hát nem csak összhangban, mi már elve abból indultunk ki, számunkra Szent István nem csak mind alapító, a lényeges. Ő valójában az államalapítással azt a hagyományokat, amit mondjuk magukkal hoztak a magyarok, Ázsiából, vagy mondjuk máshonnan, nem lényeges, azt ötvözte egyé, és valójában a családot képzelte el az egész társadalom, az egész állam alapkövének. Nálunk is, ha tetszik, ha nem, újra kell szerveznünk a közösségeinket, és az újra szervezés csak is az alapjaiból, a családból kell elindulja. Így próbáljuk mi is magának a falu közösségének a kialakítását, ami eddig már szépen sikerült, de még tovább szeretnénk menni, hogy a családokra építve még szorosabb közelék alakuljon ki a falu lakosai között. Mi nem gondolkozunk most e pillanatban Vajdaságban, nem gondolkozunk államban, nem gondolkozunk magyar nemzetben, abban gondolkozunk, hogy az itt élők éljék meg saját múltukat, és saját múltukon okulva gyarapodjanak, illetve fejlődjenek tovább. A helyi lovasklub tagjainak látványos bemutatójával párhuzamosan kezdődött meg a népszerű Eleinkét Elei főzőverseny, amelyen idén is számos különleges ételt készítettek a résztvevők. Az egyik főzőhelyen Ilona szeletet sütöttek. Csülök megfőzve, sonka megfőzve, gomba, hagyma és paprika pirítva, és ez az egész összekeverve, ilyen egyveleg van elkészítve, és ebben van tőtve a kenyértészta, és akkor azt sütjük meg bugrácsba. Mennyire hétköznapi, vagy inkább nem hétköznapi étel ez? Ez nem, inkább nem hétköznapi étel, inkább ünnepi étel az egész, tehát ritkaság, aki ilyet csinál, mert elég sok vele a abramunka, de végül nagyon finom és nagyon érdekes ízek vannak, mert mikor kész, és tálaláskor leöntjük kaporszószal, tehát egy egész ilyen harmonikus ízt kapunk akkor. Mennyire lehet ezt régebbi ételnek nevezni? Mennyire régi ez, ha lehet így mondani egyáltalán, hiszen Eleink ételei, őseink ételei, ennek a versenynek a mottója, ami persze nem kötelezően azt jelenti, hogy csak 200-500 évvel ezelőtti ételeket szabad itt főzni. Igen, nem, ez nem régi étel. Sajnos semmilyen töltött ételek a magyaroknak nem régi ételei. A magyaroknak hagyományos bográcsos ételei vannak, vagy pedig nyársonsültek. De a töltött ételek azok mind új keletűek. Az egyedülő töltött étele valamikor a magyarságnak az volt, hogy kenyeret leáztatták disznóvérbe, amikor disznóvágás volt, és azt töltötték be kolbászbélbe. Hát úgy, mint kolbászszerűséget, és azt főzték meg. Az csak fölbe volt. Töltött patlicsán föl, ami régi hagyományok szerint van, céklával vegyítve, és a zöldségfélékkel. Milyen zöldségfélék mennek bele, gondolom, ilyen minden vegyesen? Igen, minden vegyesen, sárgarépa, zöldség, amit fokhagyma, vöröshagyma, a régi hagyomány, ami van. Akkor ebben semmiféle hús nincsen? De van rizsa és egy kis hús, a töltelék. Hasonló tölteléke van akkor mondjuk, mint a szármának, vagy a töltött paprikának? Igen, hasonló. És meddig kell ezt főzni? Milyen lesz ez a végén? Sűrűbb, vagy ilyen leveses? Sűrű lesz, a zöldségfélék azok besűrítik. Nem teszünk bele semmi sűrítményt, ez besűríti, és akkor lehet enni. Hol lehet egyáltalán ilyen receptekre bukkanni? Hát az őseinktől.
a régi szülők, ugye nem volt akkor paprika, mindenfélét kitöltöttek, betöltöttek, és akkor kérdezgettük, és így. A kisszállásiak versenyen kívül indulnak, de nem felkészületlenül, hiszen ahogy itt hallottam, mindent hoztak magukkal is, halászlét főznek, még a halat és a hozzávaló, mert a körítésnek való tésztát is. Igen, mi, nálunk ez nagy hagyomány, ugye Baja az 50 kilométerre van tőlünk, Szeged is 50 kilométerre, tehát nálunk a halfőzésnek nagy hagyományai vannak. Mi a bajait főzzük, ami azt jelenti, hogy mi egybe teszünk föl mindent, tehát a hagymát, a paprikát, a piros aranyat, a halászlékockát, és egy 45 percig együtt forraljuk, és azért nem megy szét a hal, mert benne van a 4-5 fej paradicsom, ami ugye gondoskodik arról, hogy ne följön szét a hal, és utána tesszük rá a paprikát, amit addig főzünk tovább, ameddig a kanálba egy kis karima nem képződik. És a speciális tészta az pedig a gyufa tészta, amivel mi tálaljuk és leszűrjük a halászlét, külön tálaljuk a lét, külön tálaljuk a tésztát, és külön pedig a magát a halat. Mióta tart ez a jó kapcsolat Örömhegyessel is? Hányszor vettek már így részt különféle rendezvényeken, versenyeken itt Örömhegyesen? Most már 5 éve tart ez a kapcsolat, hogyha az emlékeim nem csalnak, és mindig nagyon jó érezzük magunkat, mindig úgy érezzük, hogy nagy szeretettel várnak bennünket, és minthogyha hazajönnénk. Az Örömhegyesiek már ma viszonozták a kisszállásiak látogatását, hiszen az ottani kórus megalakulásának 40. évfordulójára, illetve a Szent István napra szervezett ünnepségre népes küldöttséggel utaztak el a magyarországi testvértelepülésre.